Szerelmes kiállítással, romantikus könyvbemutatóval, megzenésített versekkel és gyertyafényes esti tárlatvezetéssel várta az érdeklődőket Valentin napon a Nádasdi Kulturális Központ. A romantikus programokkal az intézmény nem csak a szerelmeseket szólította meg. A nagy szerelmes napon programok színes kavalkádja fogadta a Nádasdi várba ellátogatókat. A bálintnapi rendezvénysorozat 13 órakor a Romeo és Júlia diákkiállítás megnyitójával vette kezdetét. Shakespeare művének újragondolásával a Sárvári Tinódi Gimnázium 9. B osztályának tanulói, együttműködve a Nádasdy Ferenc Múzeum munkatársaival, felépítették a veronai szerelmesek történetét szavakban és korban, tárgyakban és színekben. Fél éve foglalkozunk vele itt 9. osztályban, és részt vettünk különböző előadásokon. Volt egy alternatív verzió a Róma és Júliából, amit zalaegerszegi színészek játszottak el, illetve most a kiállítás miatt azért rendesen elolvastuk újra a művet, és készültünk rá. Próbáltuk minél több színt felhasználni ezekhez a dolgokhoz, a lufikat is, hogy kicsit vidámabb legyen az egész, és megfogja a közönséget, hogy lássák, hogy mi hogy képzeltük el ezt az egészet. Nagyon jó érzés volt ezt bemutatni.